Őszintén szólva, én valami jobb mondatot vártam Karácsony Gergelytől, az LMP frakció vezető helyettesétől, mert hát az a hazugságbeszéd, ez nekem visszaköszön. Tehát ez nem egy eredeti mondat. Ezt hol hallottuk utoljára? Jó reggelt kívánok! Hát éppen azért jutott valószínűleg az eszembe, mert az embernek az az érzése, hogy valahogy a Magyarországon a politikusok nem tudnak őszintén beszélni a valóságról, és ez a tegnapi beszéd ennek számomra az állatorvosi lova volt, hogyha már a ló is előkerült a beszélgetésben, hogy a ló aki húzzon. Igen. Hát ez a beszéd ebben írmagja nem volt a valóságnak. Most hallgattam a nálam sokkal felkészültebb közgazdásznak a véleményét is. Hát azt gondolom, hogy Orbán Viktor vagy egy másik országban él, vagy most jött a Marsról, vagy legalábbis úgy csinál, mint aki nem tudja, hogy mi történt Magyarországon. Jó, de ez a hazugság beszél, hogy az elmúlt 8 évvel kapcsolatban jött az embernek eszébe, mert akkor jött állandóan ez a szöveg elő. Mintha ott tartanánk? Hát több bizonyos szempontból a helyzet még rosszabb, hiszen azok az adatok, amiket föl lehetne sorolni, hogy milyen állapotban van a magyar gazdaság, azok az adatok, hogy milyen állapotban van a magyar demokrácia, az alkotmányos intézményrendszerünk, hogy az, hogy mennyire fásult és csalódott és bizalmatlan a magyar közvélemény, ezek az adatok még talán rosszabbak is, mint amiket korábban láttunk. De legalább az összödi beszéd kapcsán ott legalább volt valami kísérlet arra, hogy valahogy ezzel a politika szembenézzen. Szerintem egyébként az akkori szembenézés sem sikerült, de most még szembenézés sincs. Tehát most azt látjuk, hogy van egy eszmetlen mellébeszélés, van egy kis kör, aki nyertesei ennek a rezsimnek, szerintem mindannyian ott is voltak a minden is, hanem valószínűleg be is férnek, akik ennek a nyertesei, és a vesztesei pedig az a magyar társadalom, aminek a 85%-a mondja azt, hogy az országban rossz irányba mennek a dolgok, és ez az adat egyébként pontosan ugyanaz, amit 4 évvel ezelőtt mértek a közvélemény kutatók. A demokratikus koalíció szóvivője azt mondta, hogy egy keserű csalódott emberbeszédét látta. Én őszintén szóval ezt nem érzékeltem Orbán Viktoron. Ön igen? Hát nem, és azt kell mondjam, hogy ráadásul az volt az egész beszédben a hátborzongtató, hogy tulajdonképpen, ha más szempontból nézem, a saját logikája szerint, akkor ez egy jó beszéd volt. Tehát abban az értelemben fel volt építve, lelkesítő volt, más dolog, hogy egyrészt nem volt köze a valósághoz, másrészt meg az tényleg akkor komolyan elgondolkodik az ember, hogy ezt most a miniszterelnök úr komolyan gondolja, amit mond, vagy tehát már tényleg el is hiszi, olyan mértékben azonosult a saját félrebeszélésével, vagy pedig tulajdonképpen ez csak egy színjáték. Meg sem említette önöket. Ez fájt? Igen, próbáltam, amikor azt mondta, hogy akik tőlünk jobbra vannak, nyilván ott nem ránk gondoltam, akik tőlünk balra vannak, mivel az LMP középen áll, ez egy jobboldali kormány, ezért minket is odasorolhatna, és a szocialisták, én azt gondoltam a szocialistákra. Na de ők ebben a megosztásban. Hát abban az esetben, hogyha azt gondolják, és nyilván ez az érdekük, hogy ezt gondolják, hogy az Orbán kormánynak kétféle ellenzéke van, az egyik a régiek, tehát a mondjuk úgy az ő fogalmazásuk szerint, hogy a bukott baloldal, meg van a szélső jobb, akkor nekik sokkal könnyebb középen maradni. Csak hát ugye ott van az LMP, meg hát ott vannak azok az állampolgárok, akik egyébként, és ezekből van a legtöbb, akik egyik párthoz sem tartoznak most, és elégedetlenek az Orbán kormánnyal. Nyilván az LMP-nek, meg az teljes ellenzéknek az a dolog, hogy ezeket az embereket megszólítsa. Kikből áll az LMP, a középosztályból? Hát ebben az értelemben nem tudnám elhelyezni, tehát ez a fajta osztályharcos logika, amit a miniszterelnök úr mondott, hogy folyamatosan a középosztályról beszélt, ami egyébként szerintem az egyik legnagyobb vesztese volt az elmúlt másfél év kormányzásának. Ez azt mutatja, hogy az ő fejében az van, hogy ők, mint egy ilyen társadalom alakító, mint egy ilyen kvázi, ez egy ilyen bolsevik logika számomra, hogy akkor ők megneveztek egy sajátos célcsoportot, akire építeni akarják. Az LMP szavazókról, hogyha a kérdés így merül föl, azt tudom mondani, hogy inkább fiatalabbak, inkább városiasabbak, de nem gondolom azt, hogy a középosztály, mint ilyen Magyarországon egyrészt létezne, másrészt meg egyáltalán a politikának dolga az, hogy különböző társadalmi csoportokat előnyhöz jutasson, és valóban itt ők úgy akarnak középosztályt csinálni, hogy elvesznek a szegényektől. Így nem lesz középosztály. A középosztálynak pontosan az a logikája, és ezért teljesen perverz ez a dolog, hogy a középosztály az, aki nincs rászorulva az államra. Ezért nem az állam fogja a középosztályt létrehozni, hanem olyan társadalmi folyamatok indulnak el, hogy egyre több ember tud a középrétegekhez tartozni. Hát igen, de amit most mondasz, gyakorlatilag összeúrasztja ezt a két réteget. Abszolút. Mert azt mondja, hogy a középosztály a szegényektől vesz el, akiktől egyébként sem könnyű már, mert nincs nekik semmi, viszont a szegények ettől teljesen leszakadnak, nincs telenné válnak, ez általában egy társadalmon belül nem hoz jó. Hát azért mondom, termést. Hogy amiről a miniszterelnök úr beszélt, meg az a politikai gyakorlat, amit látunk, az úgy próbál középosztályt csinálni, hogy elvesz másoktól. Ez így egyrészt nem is tud működni, logikailag is képtelenség, és hát mélységesen igazságtalan. Például az adóváltozás után úgy azt lehet látni, hogy minél gazdagabb valaki, annál kisebb arányban adózik. Tehát nem csak arról van szó, hogy ők
hogy a magasabb jövedelmekre nagyobb adóterheket rakunk, mint ahol egyébként tőlünk nyugatra mindenhol. Tehát ez az egykulcsos adó. Ez a progresszív adózás lenne. Pontosan. Amit eltörölt az eltöröltek, de ráadásul ugye az van, hogy a magasabb jövedelműek kisebb arányban is adóznak, mert van egy úgynevezett nyugdíjplafon, hogy a nyugdíjbefizetéseknek van egy maximum, és ha az valaki eléri, utána már kisebb arányban is adózik, mint az alacsony jövedelműek. Miközben az alacsony jövedelműeknél ugye kivezetik a különböző az adójóváírást, és tulajdonképpen az ő adóterhelésük növekszik. Az elmúlt egy órában többféleképpen felmerült már a konszolidáció kifejezés, ugye ezt a szót használja, hát igazából nem is Orbán Viktor, hanem Lázár János, meg Martonyi János most Németországban. De Orbán Viktor beszédéből ez valahogy nem öltött testet. Hát ebből látszik azt, hogy mennyire hiteles az a fordulat, amit verbálisan, mondjuk Lázár János a múltkori Népszabadságos interjújában megpróbált fölvázolni, hogy most akkor megpróbálják az ellenzékkel is megkeresni a szót. Én azt gondolom, hogy talán emlékszenek rá, december 23-án volt egy olyan törvény, ami ellen mi úgy tiltakoztunk, hogy konkrétan oda láncoltuk magunkat a bejárathoz. Amíg ezeket a törvényeket nem vonják vissza, én nem gondolom azt, hogy új helyzetet lehet teremteni az ellenzék meg a kormánypártok viszonyában. Annyiszor eljátszottuk már tényleg a naiv ártatlant, akik mindig próbáltak konstruktívak lenni, mindig megpróbáltuk komolyan venni a kormánypárt gesztusait. Most már ennél sajnos tapasztaltabbak vagyunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha ők valóban szeretnének konszolidálni a belpolitikai viszonyokat, és szeretnének egy új fejezetet kezdeni az ellenzékkel, akkor minimum az, hogy például azt a házszabálymódosítást, ami tulajdonképpen kilöki a kukába az ellenzéki véleményeket, és annak a sok millió szavazónak a véleményét is, akik ezekre a pártokra szavaztak, amíg ezt nem vonják vissza, nem gondolom azt, hogy van miről beszélni. Na de hát most egy csomó mindent visszavonnak, illetve átalakítanak, vagy újra gondolnak, és erről szól a parlament jövő héten kezdődő. Hát visszavonnak, mert neki mentek a falnak. De tudják, hogy miken változtat a Fidesz frakció, illetve hát a kormány? Hát, hogy miket akarnak csinálni, az ő fejükben mi van, azt nem tudom. Azt tudom, hogy az európai... Nincsenek anyagok, amiket látnak, hogy jövő héten mire kell szavazni? Hát a jövő heti parlamenti működés kapcsán ott csupa viszonylag kevésbé fontos törvény van. Tehát igazából az a nagy kérdés, hogy azokat a kritikákat, amiket az ellenzék is mondok Magyarországon, azoknak a kritikáknak egy jelentős részét az Európai Bizottság is mondja, és ugye ők csak az erős szóval értenek, és most tulajdonképpen fejjel mentek a falnak, és nyilván egy csomó törvényt majd módosítaniuk kell, de nem azért fogják módosítani, mert a magyar állampolgárok ezt megkövetelik, vagy az ellenzéki pártok ezt szóvá tették, vagy azért, mert ezek vitatható, vagy legalábbis hát véleményem szerint rendkívül káros törvények, hanem egyszerűen azért, mert nem kapnak pénzt az Európai Uniótól, hogyha nem csinálják meg ezeket. Tehát ennyit a nagy konszolidációra. Jó, de nézhetjük ezt úgy is, hogy mindegy, hogy miért csinálják. Megcsinálják, mert az ellenzék is ezt követelte, a következésképp a magyar polgárok egy része is ezt követelte, és ezt követelte a nemzetközi közösség. Persze, ilyen szempontból tulajdonképpen én is próbálom innen nézni, mert a lényeg az, hogy ezeket a gyalázatos törvényeket módosítani kell. Csak egy olyan kormány, ami arról beszél, hogy akkor a nép szuverenitás jegyében politizál, és a saját választóinak a szavát nem hallja meg, csak a külső hatalmak szavát hallja meg ebben az összefüggésben, azért ez hát legalábbis mutatja ennek na, a politikának az álságos oldalra. De könnyen oldalra. Lehet, hogy azt mondják, hogy az ő kétharmaduk azt mutatja, hogy a saját polgáraik szavát halva döntöttek úgy, ahogy döntöttek, hiszen nekik megvan hozzá a legitimizációjuk. Na, de most csupa olyan törvényről beszélünk, amiket ők a választási kampányban nem mondtak el. Nem mondták azt, hogy a 62 éves kormány nyugdíjba kell küldeni a bírákat. Nem mondták azt, hogy kétharmadossá kell tenni az adott törvényeket, és az egykulcsos adóról, ha már erre visszajukadjunk, nem csak az, hogy nem beszéltek a programjukban, hanem korábban Orbán Viktor azt mondta, hogy ez egy rossz megoldás. Nyilván a politikusoknak rugalmasnak kell lennie, de ez már a hazugság kategóriája. Hát 2005-ben mondta ezt, azt hiszem, az Orbán Gyurcsány vitában. És aztán azért többször volt, azóta átgondolta. Hát jó, de átgondolta volna a választási kampányban is. Tehát, hogyha arra de ezen most sem fog változtatni. Hát a tegnapi beszédben az egyetlen gazdaságilag megfogható irányt mutató mondat, az pont az egykulcsos adóra vonatkozott, ami kőbe vésett. Ha minden más jól csinálnának, akkor lehet, hogy a gazdaság ettől még jól menne az egykulcsos adótól, de azt gondolom, hogy az egykulcsos adó azért sem maradhat, mert egyszerűen olyan mértékben sérti a magyar állampolgárok igazságérzetét, hogy ezzel nem tudunk együtt élni. Még a Fidesz szavazóknak a túlnyomó többsége is azt gondolja, hogy az egykulcsos adó igazságtalan, és ez a felmérés még akkor készült, amikor az emberek nem a saját bőrükön érezték ennek a hatását. Nyilván vannak olyanok, akik nyertesei voltak az egykulcsos adónak, de nekik sokkal több veszteségük volt ugyanúgy, mert nőtt a devizahiteladóságuk, hiszen pontosan ugyanazoknak az embereknek volt lakáshitele nagyobb mértékben, akik egyébként viszonylag többet kerestek, elvették a magányugdíj pénztári megtakarításaikat. Tehát tulajdonképpen az van, hogy ennek a fajta politikának, miközben van egy
kezdeményezettje a középosztály, valójában nincsenek nyertesei, csak az a klientúra, ami ebből épül, ami ott volt a Millenárison is, ott tapsolt Orbán Viktor. Egy órával ezelőtt Kolozs Lajos, az MSZP elnökségi tagja, országgyűlési képviselő azt mondta, hogy ha rajta múlik, akkor az MSZP nem fog részt venni ezen az ötpárti egyeztetésen, amit most Lázár János a Népszabadságban egy cikkben meglebbentett. Az LMP meg korábban azt mondta, hogy nem nagyon akar részt venni a parlamenti munkában, a szavazógépnek nem lesz áldozata. Hogyha nem vesznek részt ebben, abban, amabban, akkor az ellenzék gyakorlatilag még inkább elsújtalanodik, nem? Hát az a kérdés, hogy mitől súlytalanabb az ellenzék, azzal, hogy asszisztál ahhoz, amit a Fidesz csinál ezzel az országgal, vagy pedig a lehető legtöbb eszközzel ez ellen föllép. Önök bemennek az öt pártira, ha lesz ilyen? Egyre nem szokunk erről döntést, pénteken lesz frakciúlésünk, ahol formálisan döntünk. Én amellett fogok érvelni, hogy amíg azokat a bizonyos törvényeket, amik miatt nálunk elszakadt a cél a december 23-án, nem vonják vissza, benne azt a bizonyos házszabálymódosítást, ami teljesen értelmetlenné teszi, hogy ott legyünk, mert hogyha ők akarják, akkor egy törvényt át tudnak egy nap alatt verni a parlamenten. Addig én nem látom értelmét, hogy beszélgessünk, főleg azért nem, mert kb. 15-ször kértük a napirendre vételét annak a kampányfinanszírozási javaslatnak, amiről most velünk majd egyeztetni akarnak. Tehát, hogyha tényleg komolyan mennék azt, hogy ezen a területen lépni kell, mert pedig valóban ez egy nagyon fontos kérdés, akkor korábban megtették volna, hogy ezt hagyják legalább napirendre venni ezt a kérdést. Hát most esetleg a tantusz induljunk. Lassan tanulnak. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzá. Köszönöm meghívást.